gazdaság, közélet, kultúra, sport. Tematikus összefoglalók a 2016-os évről. Köszöntöm a Jász Trió Televízió minden kedves nézőjét, Jászfény Szarui magazinunkat látják. A 2016-os év nagy bejelentéssel kezdődött, mégpedig azzal, hogy a ThyssenKrupp német koncern Jászfényszaron fog gyárat építeni. Emellett elkezdték az új óvodaépítését is, tovább átadták a hulladékudvart. Erős gazdasági évet zárt Jászfényszaru. Vállalatunk hosszú távra tervez. Így ez a mostani is egy stratégia döntés. Az év elején jelentették be Jászfényszaron, hogy több mint 30 milliárd forintos beruházást hajt végre a ThyssenKrupp német koncern, 500 új munkahelyet teremtve ezzel. A projektindító rendezvényen Mark de Bastos Eckstein, a vállalat ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nem csak egy ismeretlen szomszéd szeretne lenni a járságban, hanem az itt élő emberekkel együttműködve közös sikereket szeretne elérni. Jászfényszaru képviselőtestülete márciusban tartotta éves közmeghallgatását a Városháza dísztermében. A fórumon bemutatták a település 2016-os költségvetését, beszámoltak a tavalyi esztendő nagy beruházásairól, illetve az idei év fejlesztéseiről. A beruházásra a megnyert összeg, tehát a projekt teljes összege nettó 1.164.429.000 forint. Tehát nem kis pénz az ennyvíztisztító bővítése, amely Jászfényszaron történik, és ezzel párhuzamosan Pusztamonostor település teljes csatornázás. Többek között ez is szerepelt a város 2016-os költségvetésében, melynek bevételi oldalán 2 milliárd 500 ezer forint szerepelt, kiadási oldalon fix 1,5 milliárd forint, mely kiegészül a felhalmozási feladatokra szánt összeggel. Ilyen a különböző pályázatokra szánt önerő biztosítása, óvodaépítés vagy a rendőrségi épület átalakítása. Május végén adtunk hírt arról, hogy új óvoda és bölcsöde épül Jászfényszaron. Előbbi 8 csoport befogadására lesz alkalmas, míg az utóbbi közel 40 férőhelyes lesz. A gyerekeknek azt az életutat, ezt a folyamatot lehet tudni biztosítani, ami egészen régóta áthatja a mi munkánkat, ami azt jelenti, hogy egészen a bölcsödétől vagy a fogantatástól az iskoláig egy olyan utat szeretnénk biztosítani a itt élő gyerekeknek, illetve az ide költöző fiatalok gyerekeinek, vagy a hazaköltöző fiatalok gyerekeinek, amely minden szempontból, tehát mind a komfort, mind pedig a nevelésük szempontjából is ki fogja elégíteni a magas igényeket, amelyeket megfogalmazunk. A tervek szerint közel 900 millió forintos költségvetése van a két projektnek. A finanszírozásban pályázati forrásra is számít az önkormányzat. Az új óvoda megépítéséhez még a tavalyi évben hozzákezdett a kivitelező, a bölcsőde átadását pedig 2018-ra tervezik. Június 14-én átadták a többfunkciós hulladékudvart, ahol szelektíven gyűjtik a települési szilárd, illetve veszélyes hulladékokat. A lakos a szelektíven behozott hulladékát, legyen ez műanyag, egyéb olyan hulladék, amit jelen pillanatban is már elszállítanak házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel, vagy ezen kívül ugye egyéb hulladékok, mint például lomok, autógumi, elektronika, veszélyes hulladékok, ugye ez a alapesetben a lévő hulladékudvarnak a funkcióit betölti, tehát ugyanúgy le tudja adni. Nyilván vannak ugye korlátok, súlyhatárok, például mondom itt a sít hulladéknál egy köbmétert lehet behozni fél évente egy háztartásból, lomhulladéknál megvaltázva durván 200 kg-ot határoztak meg, ezért ez egy nagy mennyiség. Ha azt nézzük, zöld hulladéknál 2 köbméter a meghatározva negyed évente, tehát azért jelentős mennyiséget fog felölelni az a behozott hulladék, ami csak a hulladékudvar funkcióba fog bekerülni. A hulladékudvar nyitvatartása némileg változott a 2016-os évhez képest. Erről Jászfényszaru város weboldalán találhatnak bővebb információt. Novemberben németországi hagyományok szerint bokrétalvatással ünnepelték meg, hogy elkészült a ThyssenKrupp beruházás két legmagasabb pontja.
Nálunk a Bokréta ünnepnek nagy hagyománya van, ezért is szerettük volna meghívni a munkatársainkat, városvezetőket, a közigazgatási hivatalok képviselőit is, mindenkit, aki lehetővé teszi, hogy ez a beruházás elkészülhessen. Ez egy mérföldkő. Decemberben zárjuk le az építkezés első szakaszát, és utána érkeznek majd a gyártáshoz szükséges gépek. Az ünnepség résztvevői bejárták az elkészült üzemcsarnokokat, ahol idén kezdik meg a termelést. 2019-ig több mint 500 új munkahelyet teremtenek a beruházással. Ősszel lezárult az adósságkonszolidációban nem érintett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását célzó többéves program. 2016-ban 1139 települési önkormányzat kapott több mint 22 milliárd forint fejlesztési célú támogatást a Belügyminisztérium által hirdetett pályázatokon. Pontosan 4 útszakasz, ez a Gólya utcának egy szakasza, amelyik összeköti a Szabadság utat az Ifjúság úttal, a Vasvári Pál utca, a Huszár utcán, túl egy kicsit lejjebb, maga a Huszár utca és a Bacsó Béla utca teljes hosszában újul meg most, ahogy az előző évek gyakorlata volt, ivóvízcserével, ivóvízvezetékcserével együtt, süllyesztett szegély a két oldalon is újra aszfaltozva az út, és a, emellett a járdák is felújításra kerülnek. Az útfelújítások 2017-ben is folytatódnak. Teljes szakaszon megújul a Vasvári Pál, illetve a Gólya utca, továbbá a Petőfi Sándor és a Veselényi út is új szilárd burkolatot kap majd. Számos közéleti esemény történik évközben, amelyek főként a hagyományainkra épülnek. Ezekből láthatnak most egy összeállítást. 1848. március 15-e aranyoldal a magyarok történelem könyvében. Jászfényszaru méltó módon emlékezett meg a 168 évvel ezelőtti eseményekről. A városvezetői és a helyi civil szervezetek koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál, majd a művelődési házban folytatódott az ünnepi műsor. Közép-Európa egyik legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatát, a tavaszi emlékhadjáratot tavaly 28. alkalommal rendezték meg. Mintegy 100 lovas hagyományőrző jórészt huszárok járták be az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat útvonalát 35 település érintésével. Április 2-án a Boldogi állomáson a 60-i csata tiszteletére rendeztek bemutatót, majd Jászfényszarun díszszemlét. Május 1-én a város napját ünnepelte Jászfényszaru. A lakosságot ebben az évben is több helyszínen várták sokszínű és változatos programokkal. A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap Magyarországon. Jászfényszarun a 2012-ben felavatott Trianon emlékműnél várták a megemlékezőket, majd Kis Gábor esperes plébános érseki tanácsos celebrált szentmisét a római katolikus templomban. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi ünnepünk. Ezen a jeles napon emlékezünk meg államalapító Szent István király tetteiről és szenti avatásáról, illetve a keresztény állam megteremtéséről. Jászfényszaru magasztos, multirésző előadásokkal, a városi kitüntetések átadásával és az új kenyér megszentelésével tisztelgett nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe előtt. ...2016-ban egy jeles évfordulót ünnepelt a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. 50 éve volt, hogy az intézmény az egykori gazdakör székházából a jelenlegi helyére költözött és művelődési házként kezdett el működni. A jubileum tiszteletére konferenciát is rendeztek, ahová a térségben működő intézmények szakembereit is meghívták. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja és nemzeti gyásznap Magyarországon. Jászfényszarun a városháza előtt emlékeztek meg a mártírhalált halt 13 honvédtisztről és az első felelős magyar kormány miniszterelnökéről.
október 21-én az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól és hőseiről emlékezett meg Jászfényszaru. A forradalom 60. évfordulójára emlékművet állítatott a város a Papkastély udvarán, melyet Kis Gábor esperes plébános, érseki tanácsos áldott meg. A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére a tanítók és a tanárok után az igazgatóknak is méltó emléket állított a város. Az igazgatók táblája több mint egy évszázadot ölel át. Az első igazgató tanítótól, Márkus Jánostól, a jelenleg regnáló Lovászné Török Magdolnáig összesen 14 igazgató irányította és fogta össze Jászfényszarun az oktató, nevelő munkát. Benczner Pál festőművész születésének 100 éves évfordulójára emlékezett a város december 3-án. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az önkormányzat anyagi támogatásával jubileumi emlékérmet adott ki. Az érem tervezését, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja Szabó Imre fia Béla szobrászművész Jászfényszaru díszpolgára ajánlotta fel. Jászsági sikerekben gazdag szériája volt idén a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsornak. Óriási sikert aratott a jászfényszarui Horváth Áron, aki megnyerte a Fölszállott a páva idei gyermek szériájának hangszeres kategóriáját, míg az Iglice gyermek néptánc együttes az elődöntőig menetelt. A táncosok és Áron is rengeteg élménnyel és életre szóló emlékekkel tértek haza Budapestről. Büszke lehet a település, hogy ilyen tehetséges fiatalok öregbítik Jászfényszaru város jó hírnevét. Kulturális programokban is gazdag év volt 2016. Megrendezték az első Lilium bált, a Fébe megjelentette Szabó Krisztina lemezét, továbbá Jászfényszarúra látogatott az angolai nagykövet is. Lássuk az összefoglalót. Január 30-án rendezték meg Jászfényszarún az első Lilium bált, mely a korábbi jótékonysági iskolabálok szerepét tölti be ettől az évtől. Az idén szeptembertől katolikus iskolaként működik intézményünk, az Egri Főegyházmegye ettől az időponttól vette át a fenntartást és a működtetést. Akkor úgy gondoltuk, hogy védőszentet is választunk iskolánknak, és Szent Margitot választottuk védőszentünknek, akit jelképezni szoktunk a liliommal, a fehér liliommal, mert a tisztaság, a szüzességet jelenti számára, jelentette számára is nekünk is, és úgy gondoltuk, hogy az első jótékonysági bálunkat liliombálnak fogjuk nevezni, és majd a későbbiekben is így szeretnénk tovább folytatni. A színes kulturális műsort a 4. Béla Katolikus Általános Iskola diákjai szolgáltatták, melyet vacsora és hajnalig tartó tánc követett. Januárban az elmúlt 10 év munkáit mutatja be Bugyi István Kitekintés című kiállítása, mely Jászfényszarún a régi kaszinói teremben nyílt meg. A válogatásban a művész több mint 30 alkotását tekinthették meg az érdeklődők. Februárban a Fébe 23. alkalommal várta barátait, támogatóit és a kultúra kedvelő helyi lakosságot a város talán legkiemelkedőbb társadalmi eseményére, a Fébe jótékonysági bába. A Fényszarak Baráti Egyesületének elnöksége Jászfényszarút Alapítvány nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 23. jótékonysági műsoros est és bál valamennyi résztvevőjét. A jó hangulatról több mint 3 órás kulturális műsor gondoskodott. Az est bevételét a hagyományokhoz hűen 2016-ban is Jászfényszarúért Alapítvány céljaira és az egyesületi programok megvalósítására fordították. Március 7-én mutatták be Szabó Krisztina énekművész Mit ér egy hang című albumát. A lemez kiadását a Fényszaruiak Baráti Egyesülete támogatta. Ez volt az első lemezbemutató a Fébe életében, de mint megtudtuk, nem az utolsó. Az egyesület idén Ézsiás László gyengénlátó költő és előadó művész verses CD albumát fogja megjelentetni. A férjem Gáspár!
Április 9-én volt a Petőfi Bérlet utolsó előadása, ahol a Fortuna együttes teltház előtt mutatta be legújabb darabját. Kortárs író Tasnádi István Finito című darabját dolgozták fel. Márciusban megnyitotta kapuit a Városi Értéktár. A frissen felújított épület egy részét a Fényszarújjak Baráti Egyesülete pályázat útján, valamint saját pénzeszközből megvásárolt bútorzatával szerelte fel, az önkormányzat pedig tárolószekrényeket biztosított. A gyűjtemény Kis József helytörténet kutató hagyatékából, illetve a lakosság által összegyűjtött relikviákból származik. Október 16-án ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a jászfényszarúi Fehér Akác Népdalkör. A jubileum tiszteletére népzenei találkozót rendeztek a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahová a térség valamennyi dalos csoportját is meghívták. Október 19-én egy különleges kiállítás nyílt Jászfényszarún a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A tárlat a Dél-Afrikában található angolai köztársaság kulturális értékeit mutatja be. A kiállítás megnyitóra az angolai nagykövet is ellátogatott. Megtisztelő számunkra, hogy most itt lehetünk önöknél, és az, hogy a világ kultúráiról készült kiállítások közé Angolát is felvették. Zászlók, címerek, törzsi rítusok, maszkok és szobrok is megtalálhatóak voltak a kiállított tárgyak között. A tárlat Angola néphagyományait elevenítette fel. A Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság minden év novemberében Erzsébet napi programokkal kedveskedik Jászfényszarú város lakosságának. A hagyományos vásári forgatag mellett a tavalyi évben is kézműves foglalkozásokkal és fotókiállítással is készültek a szervezők. Jászfényszarún a fogadhajtás és a díjugratás tartozik a leginkább kedvelt sportágak közé. De legalább ilyen érdeklődés kíséri a labdarúgó csapatot is, hiszen továbbra is a megyei első osztályban szerepelnek a focisták. A kézilabdás hölgyek is eredményesebbek szeretnének lenni, így ősszel átszervezték együttesüket. A következő percekben az előbb említett sportágakból láthatnak egy összefoglalót, természetesen a tavalyi eseményekről. Jászfényszarú fogadhajtói sok versenyre ellátogatnak évente. Többek között a nyár elején Pusztamonostoron álltak rajthoz. A pusztamonostori szervezők és pályaépítők ezúttal is kitettek magukért. Gyönyörűen előkészített pályán és nagyon szép környezetben fogadták a benevezett 40 fogatot és a lósport iránt érdeklődőket. Impozáns volt a fogatok beérkezése is a pályára, ahol Sári Ferenc polgármester köszöntötte őket és a vendégeket. Többek között Póth János térségünk országgyűlési képviselőjét és dr. Győriné Ceglédi Mártát, Jászfényszarú polgármesterasszonyát is. Természetesen Jászfényszarú is képviseltette magát a szomszéd faluban. Nekem kötődésem is van ide, nővérem még ugye itt laknak, így ezáltal támogatom is a versenyt, segítek a szervezésbe, meg ugye el lehet mondani, hogy nagyon jó verseny szokott lenni, jók a versenykörülmények, úgyhogy összességében nagyon jó a verseny. Az eredmény az ilyen magától, a részvétel a fontos, jó érezzük magunkat. Nos, ifjú Pál János mindkét kívánalmának eleget tett. Jól is érezte magát, mint látható volt, és jól is versenyzett. Hiszen a szabadidős fogatok vetélkedésében nem vétett verőhibát. Itt csak az összebettetésben szorult a második helyre. Augusztus elején pedig Jászfényszarú látta vendégül a térség fogadhajtóit. A rendező Lóbarát Egyesület tagjai gyönyörűen előkészített pályát varázsoltak a résztvevő fogatok és a kilátogatók számára. Hát elsősorban ugye az önkormányzatnak köszönhetjük az anyagi támogatást, hogy ez itt létrejöhetett, és hogy folyamatosan tudjuk karbantartani a területet, és mióta létrehoztuk az Egyesületet, sokan csatlakoztak hozzánk, akár támogatóként, pártolótaként, és itt a háttérben is látszik, hogy nagyon sokan dolgoznak ezen, hogy gyönyörű legyen a terület, megfelelő legyen a versenyszínvonala, az ellátás, és hogy jól érezze itt magát mindenki. 48 fogat jelezte részvételét a rendezőknél a verseny előtt. Természetesen a kisváros fogathajtói is színre léptek,
de nem érezték előnynek a hazai pályát. Hát előnynek egyáltalán nem tudom nevezni, mert ugye mindig a verseny nap reggelén szokták építeni a pályáját, úgyhogy ez nekem is meglepetés, úgyhogy ezt előnynek nem tudom nevezni. Egy kicsit előny, egy kicsit hátrány, sokan eljöttek megnézni bennünket, többeket is, és itt az ember egy kicsit próbál jobban teljesíteni, ez hol több, hol kevesebb sikerrel. Az akadályhajtás mellett D-hajtás is szerepelt a programban, egy frissen épített pályán. Borbé Ferenc itt is megmérettette magát. Szerinte ez sem volt könnyebb. Mind a kettő nehéz, a díjhajtásról azt tudni kell, hogy ott a lovak nyugtatása, lenyugtatása, tehát ott a ló és hajtó összhangját kell minél tökéletesebben végrehajtani, egy programot kell lehajtani. Jászfényszaruról innen nem is olyan nagyon messziről érkezett a versenyző. Megpróbálunk helytállni a második fordulóba is, örülünk minden eredménynek, tehát nekünk ez még a gyakorlás, meg a tanulás. Úgyhogy bármi is lesz a vége, örülni fogunk neki. Borbé Ferencnek volt is oka az örömre, hiszen megnyerte az akadályhajtást. A fogathajtó verseny tehát, mint látható volt, jó hangulatban zajlott, és hazai szempontból eredményes is volt. Augusztus végén ismét a lósport kedvelői látogathattak ki a fényszarói pályára, de akkor a díjhajtók ügyességét követhették figyelemmel. Ragyogó idők, csodálatos környezet és ezúttal is remekül előkészített pálya fogadta augusztus 28-án Jászfényszarun a díjugrató verseny résztvevőit és a kilátogató érdeklődőket. Szolnoktól Békés Csabáig az ország az egész területéről, de illetve van nekünk Szlovákiából is, Németországból is, úgyhogy elég nagy területet átfog ez, hogy ahonnan jöttek. A fényszarói versenyre ellátogatott egy régi öttusázó is, aki a német válogatottban is szerepelt évekkel ezelőtt. Ma már számára a pentatlonból csak a lovaglás maradt, mint életmód. Ezt nem csak fiatal korában üzi az ember, hanem még a öreg korában is lehet még versenyezni, de a lovaglás, a ló szeretet, ez kicsit egy összetettebb dolog. Ez gyakorlatilag azért maradt meg, mert ez valamilyen formában így a ló szeretet megmaradt bennem, és ez egy ilyen életmódi vált egy kicsit. Kölcsei doktor és az általa lovagolt Lizé Larissa hazai pályán adott ízelítő tudásából, hiszen a tulajdonosa a főrendező Ézsiás Dénes, akinek kedvenc paripája tenyésztésben magasan jegyzett a hazai mezőnyben. Ez 6 évesen tavaly a díjugratásban a legjobb magyar tenyésztésű ló lett, tehát a tenyészversenyen ezt a kitüntetést kapta az eredményei alapján, és most én tudom, itt Jászfényszarról úgy éreztem, hogy kötelezettségem elhozni, és itt a hazai pályán egy kört is menni vele. Nos, 2 versenyszámban is ment. A B3-as kategóriában még csak a középmezőnyben, a Ride and Drive versenyszámban pedig néhány másodperccel lemaradva a második helyen végzett. Jászfényszarú labdarúgó csapata 2016 őszén is a megyei első osztályban kezdte a küzdelem sorozatot. A nyári szünet után azonban nagyon nehezen rázódott össze a társaság. Az 5. játéknapig kellett várni az első fényszorói győzelemre. Radovics Viktor már a 9. percben megszerezte a vezetést a szajoliak ellen. Majd Héger Attila 2-re növelte az előnyt. A 2. játék részben pedig Csőke Bence állította be a 3-0-ás hazai győzelmet. Hát igen, nem úgy kezdtük a bajnokságot, hogy szerettük volna, bár nem mentség, de a tavalyi első 3 helyzettel játszottunk. A Szajol is előkelő helyen végzett, de már most nagyon kellett a 3 pont, és hál' Istennek most sikerült egy jó, viszonylag jó játékkal behúznunk a 3 pontot. Muszáj volt győzni. Mert hogy? Mert kellett a 3 pont is, maga biztosan kellett győznünk. Most ez volt a hazai pályán a 3. mérkőzésünk is, első győzelmünket arattuk, már nagyon kellett. Úgy gondolom, hogy ez lendületet adhat a továbbiakban, mert ugye már említették, hogy itt jövő héten a búcsúkor itthon játszunk, és utána a sorsolás miatt ugye utána való hétvégén is itthon játszunk, úgyhogy ezzel a 3 hazai mérkőzéssel talán meg tudjuk szilárdítani a helyezéseinket. A későbbi fordulókban aztán belejöttek a focisták, és a stabil középmezőnyben várják a tavaszi folytatást. A megyei női kézilabda bajnokságban 2 hetenként rendezik a bajnoki meccseket.
mindig más helyszínen. Így minden csapat két mérkőzést játszik egy-egy alkalommal. A Jászberényben rendezett harmadik játéknapon ott voltak természetesen Jászfényszaró hölgyei is, akik szinte újjá alakították a kisváros női kézilabda csapatát. A régebbi játékosok közül is maradtak a csapatban, de sokan ebben az évben tavasszal érkeztek az együtteshez. Úgyhogy nagyon szeretem a kézilabdát, mert ugye a kézilabdát 10 éves korom óta üzem, és a legtöbb csapattársunk elég régi csapattárs, elég régóta kézilabdázik, régóta van a sportágban. Vannak újak is, akikkel viszont nagyon sokat foglalkozunk. Mióta bekerültem, én is 2-3 csapattársammal elég sokat próbálok foglalkozni, és ők nagyon-nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy próbáljuk egy szintre hozni a csapatot. A célunk az, hogy mindenki minden poszton tudja játszani. Sajnos a női kézilabda csapat átalakítása nem járt sikerrel, mert a tabella végén fejezték be az őszi szezont, de tavasszal még javíthatnak helyezésükön. Jászfényszaru magazinunk ezzel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!